Késve, de lassan beindul az idegenforgalmi idény. Egyes országok jelezték, már várják a romániai turistákat, mások egy-két héten belül adnak zöld utat. Ugyanakkor ebben a helyzetben sokan előnyben részesíthetik a közelebbi belföldi úti célokat. Egyre több állam hirdeti meg a turisztikai nyitást, ami igazán jó hír, főként, hogy június 16-ától kezdődően a tervek szerint már nem kell karanténba vonulnunk, ha külföldi utunkról hazatértünk. Mivel az idegenforgalom nagyon sok országnak igencsak fontos pénzforrást jelent, lényeges az ágazat feléledése, fejtette ki híradónknak a marosvásárhelyi World Travel Shop utazási iroda vezetője. Kelemen Barnától megtudtuk, mely országok várják már a romániai turistákat, vagy nyitják meg hamarosan kapuikat. Megnyílt Görögország és Bulgária, Olaszország, akár csak a román tengerpart. Július 1-től változatosabbá válik a kínálat. Utazhatunk már török, spanyol és Horvátországba, Szerbiába, Máltára, illetve valószínűleg Tajföldre is. Egyiptom még kérdéses, remélhetőleg július 15-től legkésőbb augusztustól kezdődően mehetünk majd oda. Közben Montenegró bejelentette, hogy náluk véget ért a koronavírus járvány. Bátorítani szeretném az utazókat, hogy a betervezett nyaralásokat, még hogyha főleg ilyen július végi, augusztusi, szeptemberi nyaralásokról van szó, akkor mindenképpen még várakozzanak, hogyha vannak kételyeik, hogy nem szeretnek elutazni, vagy hogy esetleg milyen körülmények között tudnak utazni, hogy még nem mondják le. Tehát nem mondják le, ne lépjenek vissza, mert meg fogják látni, hogy amennyiben tényleg újraindulnak a dolgok, akkor meg fogják bánni, mert nagyon nehéz lesz megint újra szervezni egy lemondást. Kelemen Barna hangsúlyozta, a szálláshelyek megteszik a járvány nyomán szükségessé vált óvintézkedéseket, és bár ezek nélkül elképzelhetetlenek az üdülések, azok lényeges módosulásokat nem szenvednek majd. Közben a székelyföldi idegenforgalmi ágazatban tevékenykedők stratégiát dolgoztak ki az újrakezdésre. Ezt már a Székelyföld Turisztikai Destináció Management Cluster elnöke László Endre nyilatkozta híradónknak. Mit mondta, a szállodák, panziók fokozatosan nyílnak meg, az ismert korlátozások mellett. Ők kommunikációs kampányt is indítottak a barátságos és biztonságos Székelyföld üzenetével. A szakember szerint ez az időszak kedvezhet a hazai turizmusnak. Előnyhelyzetben van a belföldi turizmus, és előnyhelyzetben vannak a kis és közepes kapacitású szálláshelyek, tehát bármilyen felmérést, hogyha nézünk, mindenik azt mutatja, hogy egyelőre a turisták kerülni fogják az agglomerációt, tehát olyan szálláshelyeket fognak keresni, ahol nyugodtan és biztonságos körülmények között el tudnak tölteni egy pár napot. Mindkét szakember hangsúlyozta, a hosszú bezártság, elszigeteltség után mindenki alig várja, hogy kimozdulhasson. A karantén lelkileg megviselte az embereket, és ilyen körülmények között nő az utazások, kirándulások, üdülések lelki egészségre gyakorolt szerepe.